A földügyi kormány biztosi feladatairól, a kialakult járványügyi helyzetről, a veszélyhelyzet társadalmi és gazdasági vonatkozásairól és a koronavírus járvány turisztikára gyakorolt hatásairól is beszélgettünk dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztossal, korábbi földművelésügyi miniszterrel. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm, miniszter urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőket. Február 21-től a földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki. Hogyan fogadta a kinevezést, és mi egy földügyi kormánybiztos dolga? Nagy megtiszteltetés ez a megbízatás, és folytatása annak a munkának, amit korábban jogászként, később miniszterként 8 éven keresztül végeztem a földügyekre, a földjogra vonatkozó szabályozás területén. Hiszen jól tudjuk azt, hogy Magyarország mezőgazdasági ország, a termőföld nemzeti kincs, és nagyon fontos az, hogy magyar tulajdonban maradjon. Fontos az, hogy megóvjuk a jó környezeti állapotokat, legyenek gazdák, akik megművelik a földet, és ezt jól látható, jól körülírható jogi keretek közt tessék. Hát jogilag is legyen biztosítva, úgymond a termőknek a hátországa. Ez szükséges, hogy olyan legyen a magyar földjogi szabályozás, olyan legyen a jogrendszer, amely biztosítja azt, hogy a családszerződések azok ne jussanak érvényre, biztosítja azt, hogy a földforgalom az kiszámítható mederben történjen. Itt egy munkacsoportot állítottam fel szakértőkből, földmérőkből, jogászokból, földjogászokból, és jelenleg is dolgozunk néhány olyan szabályozáson, amelyek majd az országgyűlés elé fognak kerülni. Én örülök annak, hogy a már korábban előkészített úgynevezett földügyi csomag már két jogszabályt értek ezen, az szintén az országgyűlés előtt van. A 2013-as szabályozás, a földforgalmi törvény megújítása, továbbfejlesztése épp úgy feladatú, mint az osztatlan közös tulajdonoknak a felszámolása, illetve egy korszerű olyan földügyi központnak a működtetése a kormány részére, amely a lehető legtöbb szolgáltatást nyújtja a termelők részére akkor, amikor állami földet bérelnek, szerződéskötéseket, azoknak a megújítását, ide tartozik az öntözés is. És ennek a nagy munkának, amit a földügyi területen végez a kormányzat, az agrártársz, ennek egy bizonyos része az, amely az én területemhez tartozik. A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést vezetett be. Hogyan értékeli ezeket az intézkedéseket, és miért fontosak ezek? Én abból indulok ki, amit bárki láthat, hogy itt Karcelona nagykunságban él, itt helyben is, hogy ezek az intézkedések eredményesek, hiszen a kunságban nincs is megbetegedés, tudtommal, elmaradt a tömegenes megbetegedés itt a világjárvány kapcsán, és látszik az, hogy nem kerültünk olyan helyzetben, mint akár Olaszországban, Nagy-Britanniában vagy Amerikában, ahol összeomlott az egészségügyi ellátórendszer, a szegény elhunytakat hűtőkocsikba pakolták, ahol embereket találtak meghalva a lakáskon, úgyhogy nem részesültek orvosi segítségben. Tehát Magyarország el tudta kerülni ezeket a szívszorító helyzeteket, és azért minden elismerés megilleti a kormányt, illetve mindazokat, akik ezeket az intézkedéseket végrehajtották, hiszen folyamatosan dolgozik a központi államigazgatás, a kormányhivatalok, az önkormányzatok szervezetei, a rendőrség, tűzoltóság, a különböző katasztrófaelhárítási szervezetek, a mentők, és nem véletlenül hagytam a sor végre, hogy kiemeljem, hogy az egészségügy is nagyon jól teljesített ebben a helyzetben. Ez csattanós válasz azoknak a kifogásaira, akik azt mondják, hogy a magyar egészségügy az válságban volt, van, a magyar egészségügy átalakulóban van, és nincsen olyan kórház az országban, amely ne lett volna megfelújítva, műszerekkel ellátva az elmúlt években. Ebben a sorban illeszkedik a Karcei kórház is, ahol folyamatosan voltak beruházások, fejlesztések, és ezért is tudták bírni ezeket a terheket, ezt a megterhelést. Én bízok abban, hogy most a járványnak a csitultával, hiszen nincsen vége, az élet vissza tud majd térni a rendes kerékvágásba, és tudunk majd dolgozni, mindenki tud dolgozni azért, hogy a termelés folyamatosság az helyreálljon. A veszélyhelyzet milyen hatást gyakorolt a családok, a vállalkozások, meg a magyar gazdaság helyzetére? Nyilván sok veszteségünk van, munkahelyek szűntek meg, a családok egyrészt elveszítette a jövedelmét, vannak, akik a tartalékaikból éltek, vagy élnek, van, akinek már ez elfogyott, ezért különösen kiemelendő az a munkahelyteremtő program, illetve vállalkozásokat segítő program, vállalkozásokat, munkahelyeket védő
intézkedések, amiket a kormány tett, és amelyek közismertek. De én azt hiszem, hogy más szempontból vannak előnyei is ennek a krízis helyzetnek, hiszen megtanultunk hozzá alkalmazkodni, akár a számítógépes megoldások igénybevétele az oktatásban, a távmunka, a személyes kapcsolatoknál, az ügyintézésben, az, hogy internetre álltunk át, álltak át nagyon sokan, akik korábban ezt nem tették, szerintem a jövőre nézve is takarékos, gyors megoldást jelenthet. Hiszen lehet, hogy ha leülünk és megbeszélünk valamit, kell rá 2 óra hossza, most látszik az, hogy azt 2 telefonnal, meg egy e-mail váltással el lehet intézni, meg lehet oldani, és több időnk marad olyan dolgokra, amiket így nem lehet lebonyolítani. Családra, tényleg érdemi megbeszélésekre, olyan vállalkozásokra, olyan kezdeményezésekre, amelyekre eddig nem volt időnk a sokfajta elfoglaltság miatt. Tehát én szerintem Magyarország sok szempontból előrébb is tud lépni itt a válságon, miután újra lesz. A kialakult helyzetre tekintettel, milyen hatás van a mezőgazdaságban, a helyi termelőkben, mit lehet tudni erről, mit lehet elmondani, mik a tervek? A magyar mezőgazdaságnál is lesznek olyan cégek, vállalkozások, gazdák, akik segítésre szorulnak. Jól látható, hogy a prémium termék előállítóknál, baromfi ágazatnál, sertés ágazatnál komoly gondok vannak. Egyszerre pusztít a afrikai sertéspest is a vadállományban, és a baromfi influenza, itt van ugye az embereket sújtó COVID-járvány is, tehát nagyon sok hatás éri a magyar mezőgazdaságot, erről a példátlan a szájról nem is beszél valami hónapok óta, tart és veszélyezteti az idei termést. Tehát ezekkel külön-külön is nehéz megbirkózni, együtt meg különösen oda kell figyelni, és itt akár a kormányzati intézkedések, de a gazdák alkalmazkodása a megváltozott helyzethez is figyelemre méltó. Sőt, én nagyon fontosnak tartom, hogy a fogyasztók is alkalmazkodnak, hiszen most kiderült, hogy mondjuk ennivalót, kéztermékeket be lehet szerezni a termelőtől, lehet, hogy csak pár utcára lakik tőlünk, a piacon is sok minden megvásárolható, nem kell okvetlenül a multiknak a termékeit venni. Fölértékelődött az, hogy ha van otthon egy mélyhűtő, azért nem baj, ha van benne egy kis tartalék, és hogyha ezek a húsok, ezek és más élelmiszerek otthon vannak, ezeket el kell készíteni, az otthon főzés, kenyérsütés, reneszánszát élni. Tehát biztos, hogy ez tartós nyomot fog majd hagyni, akkor is, amikor a járvány már elmúlik. A gondolkozásban abban, hogy saját magunk is meg tudunk oldani problémákat, illetve a közvetlen környezetünkből, termelőértékesítésből, rövid ellátási láncból is forrásokhoz, élelmiszerforrásokhoz tudunk jutni. Elindul lassan a turisztikai szezon, itt a térségben is számos turisztikai célpont van. Milyen elképzelések vannak, hogy az idegenforgalmat újra beindítsák ezen a településen, és természetesen a térségben is egyaránt? Idegenforgalom azért a nevéből is adódik, hogy egy határokon átnyúló kategóriája a gazdaságnak, és mivel a magyar idegenforgalom döntően a külföldi turistákra épül, szerintem ez a szezon ez nem fog hasonlítani egyetlen korábbira sem. Én arra számítok, hogy a belföldi turizmus tovább erősödik. Hát gondoljunk abban, hogy mondjuk Erdély irányába gyakorlatilag le van zárva, tehát más irányokba is az ember lehet, hogy átjutni, hogy jut vissza és idehaza, milyen karanténba kerül, az még nyitott kérdés. És ugyanez van, amikor mi hozzánk jönne valaki, akár távoli helyekről is. Most Magyarországon például az angol turisták jelentős számba szoktak nyaralni, bulizni jönnek Balaton, Tiszató környékére, Budapest, tehát ott a legjobban dühöng most a járvány gyakorlatilag. Tehát ezért nekem meggyőződésem, hogy teljesen más lesz ez a szezon. Újra tud indulni, belföldi turizmusra kell alapoznunk, és fokozatosan tudjuk ezeket az üdülőhelyeket majd igénybe venni. Attól is függ ez, hogy milyen lesz a járványnak a elkövetkező időszakban a kimenetele. De én abból indulok, hogy ha a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek egy alapszinten túl tudják élni ezt az évet, akár állami segítséggel is, amikor megszűnik a járvány, vagy visszaszorul, oltóanyagot fejlesztenek, akkor egy robbanásszerű érdeklődés várható, hiszen aki nem tudott elmenni nyaralni, nászútra, kirándulni, osztálykirándulásra, az tartalékol és várja a kedvező pillanatot. És ez ha nem biztos, hogy az idén, de jövőre biztos, hogy el fog majd jönni. Nézd, én köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen.